Kovács Aliz volt az egyik fellépője a Dunaföldvári Városnapi Ünnepségnek március 2-án. A települést 35 évvel ezelőtt nyilvánították újra várossá, a rendezvény azonban az évfordulón kívül másról is szólt. Ez ugye nem csak maga a városnapja, hanem azokat az embereket is kitüntetjük itt, akik a város, tehát díszpolgár Dunaföldvárért emlékére, a gyermekeiért, sportjáért, ezek is itt kerülnek átadásra. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a város életében is, meg az itt élők életében is, hisz ez tulajdonképpen őértük van. Mert amúgy egy város az csak egy kőhalom, ahogy mondaná a költő is, hogyha nem lennének benne azok az emberek, akik ebbe életet lehelnek, és azok az emberek lehelnek, és példaként azok az emberek viszik a vállukon ezt az egészet, akiket most kitüntettünk. Ezen az eseményen adták át a dunaföldvári diákok számára kiírt város történeti vetélkedő legjobbjainak járó elismeréseket is. Dunaföldvár város díszpolgárává ebben az évben Vartig Lászlót, a Dunaföldvári Tűzoltó Egyesület tagját választották. Ez a kitüntetés egyénre szól, de ennek a kitüntetésnek háta mögött egy hatalmas csapatmunka folyik. Most is, jelenleg van is. Nagyon szépen köszönöm azoknak is, akik velem voltak idáig, és velem is vannak. A Dunaföldvárért emlékérmet két jelöltnek ítélte oda Dunaföldvár képviselőtestülete. Sós József vízügyi szakember a városáért és a térségben végzett lelkiismeretes, odaadó szakmai munkája elismeréseként részesült a kitüntetésben. Köszönöm szépen az ajánlomnak, köszönöm a képviselőtestületnek, hogy megtiszteltek ezzel, és mindenkinek, aki ismer és helyesli ezt a díjat, nagyon örülök neki, és kérem azt, hogy továbbra is, hogyha problémájukban keressenek, és szívesen segítek. Köszönöm. A másik kitüntetett a Dunaföldváron biofinomítót üzemeltető Pannonia Bio ZRT volt. A cég fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, évek óta folyamatosan támogatja a várost. Valójában ezt a díjat az elmúlt 12 évért kaptuk, viszont úgy gondolom, hogy ez a jövőnek szól, annak a jövőnek, amit itt a város északi részén töretlenül fogunk építeni, veletek, önökkel együtt. Még egyszer meg szeretném köszönni a képviselőtestületnek ezt a díjat, illetve a Pannonia Bio ZRT minden dolgozójának azokat a sikereket, amiken az elmúlt 12-13 évben átmentünk. Köszönöm szépen! A kitüntetéseket Horváth Zsolt polgármester és dr. Süveges Árpádné alpolgármester adta át. Az ünnepséget az Ördög Szekér Tánc Egyesület műsora zárta. A városnapi ünnepségről bővebben is beszámolunk a híradó után kezdődő közéleti magazinunkban.